gyerekszínészként kezdtem, majd a főiskola után sajátos karakterét azonnal felfedezték a rendezők. Még nincs 40 éves, de filmes, színházi és tévés munkáinak a száma gyakorlatilag egy nyugdíjas korú színésznek is becsületére válna. Gyakran idézik egy mondását, ami szó szerint úgy szól, jó elekferinek lenni. Ő van itt most, Elek Ferenc van itt. Szervus, szervus. Ez mindig is így volt? Mindig is ezt érezted, hogy jó elekferinek lenni? Vagy volt egy fordulópont, volt egy időszak, amikor ez úgy elhatalmasodott rajtad? Ezt akkor mondtam, amikor a film megkaptam a legjobb férfi alakítást, az utolsó előtti film van, volt, a Köntörfalak című filmre. És akkor tényleg úgy éreztem, hogy, hogy ez egy olyan évem, ami, 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 ami volt, hiszen akkor kaptam a jászait, ez 2010, és akkor volt ez a filmszemle is, és azt éreztem, hogy a filmem, meg mindent, tehát olyan eufórikus érzésem volt, hogy ezt kellett mondom, ma nagyon jó elekferinek lenni. Ezt nagyon sokszor érzem, hál' Istennek. Nagyon, nagyon kegyes velem az élet. És sokszor hivatkozol a szerencsére is. Úgy érzed, hogy ennek nagy része Igen. van ebben a szerencsének? Ezt, 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 ezt állíthatom, hogy így van. Sokat dolgozom. Teszek is érte, nagyon szeretem a munkámat, tehát készülök, felkészülök, de, de igen, a szerencse. És nagyon sok olyan kollégám van, aki esetleg nem olyan ismert, vagy nem játszik annyit, mint mondjuk én, vagy, vagy valahol egy vidéki színházban tisztességesen dolgozik, és mondjuk nem, 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 nem lehet róla annyit tudni. Mint mondjuk. Tudsz mondani egy olyan motivumot, ahol tetten érhető a te esetedbe kimondottan a szerencse faktor? Például, hogy a színművészetire harmadikra kerültem be, és Zsámbéki Gábor járok. Kihez kerültél volna be az első két alkalommal? Most ez, ez ezt most azért nem mondanám, mert, mert sokkal többet gondolok ezekről a rendező tanárokról, és nem, azért nem, nem, kerültem be, mert ők nem voltak jók, hanem mert én nem voltam jó, vagy az én életemnek úgy kellett történnie, vagy a sorsom, vagy a szerencsémnek úgy kellett, hogy engem két év múlva vegyenek föl. Zsámbékén van a hangsúly, és a katonám. Így van, így van. Ő volt az én osztályfőnököm, ő, 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 ő hívott, a, ő hívott engem a katonába, is ott voltam gyakorlaton tehát így most hogyha esetleg nem ő vesz fel akkor lehet hogy nem is vesz észre, vagy nem lát, vagy valami egészen más fel. Tehát, ha jól értelmezem, akkor te annak örülsz igazán, hogy Zsámbéki keze alá kerültél, és ebből Igen. kifolyólag a katonába tudtál menni, mert ha jók az én információim, vagy akikre én gondolok, hogy ki Igen? lett volna az a másik Igen. két tanár, ahova Igen. bekerültél volna, ők se kisebb nevek, igaz, hogy nem. más színházi Persze, világot ez, 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 ez inkább a Zsámbéki a Gáborról szól, és hát az, akik, akik még tanítottak, Törőcsik, Mari, Asertamás, Molnár Gáfi László, Iglód István, nem is akarok kiadni senkit, aztán később Máté Gábor rendezett és tanított minket. Tehát, hogy, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy ez mind valahogy az ő, az ő égisz alatt történt, és nagyon jó felement az életünk, nagyon jó osztályunk volt például, meghatározóan jó osztályunk volt. Nem oltottátok ki egymást? Nem, sőt, nagyon Nagyon erős Nagyon. Ott, lehet, Andra, ono, Biesti, Biesti, Rába, Roland, igen, Kornél, Cokornél, igen, Tóth a Pelső Cilék Pelső Szóval, mind, más, egy ilyen kis társulat volt. És egyáltalán nagyon tudtunk dolgozni, bulizni kevésbé. Ennek mi volt az oka? Nagyon jó feladatok voltak. Úgy képzeld el, hogy, hogy úgy indultunk például, hogy mit tudom, a Zsámbéki feladott egy, egy, olyan feladatot, hogy, hogy a, a por. Porral először tessék asszociálni, mindenki mesél el egy történetet az életéből a porral. Már volt feladat. Mindegy gondolkodni kellett. Nem értél rá arra hiszen, hogy te meghívtál valakit a jelenetedbe, az neked dolgozni kellett vele, neked is egy másikba. tehát állandóan dolgoztunk, csak visszatérve. És akkor ez volt, hogy a por, akkor én elmesettem egy jelenetet a por, és akkor gyerek voltam, és a, és a házban kintottunk egy nagy kaput lente az udvaron, és ott volt, nagyon nagy szél volt ennek van egy megnevezés, de én nem tudom, hogy az, hogy hívják az ilyen helységeket, lehet nagyon egyszerű, és ott a kilincs, hogy megfogtam, a gyerek voltam, izzadt a tenyerem, és oda, oda mindig a rozsda, és valami mindig a rozsda, tehát amikor kimondta, hogy por, akkor mindig akkor erre asszociáltam ezt. Elmeséltem, és az a nagyon jó, most akkor ezt a következő órára vigye fel a színpadra. És akkor én az egyik osztálytársammal, a Samu Nagy Ádámmal azt találtam ki, hogy por, igen, akkor rozsda, akkor abból ez a, ez a, bezártság, akkor egy ilyen klauszlofób jelenetet kitaláltam, egy dobozba játszottam, egy nagyon vékony osztálytársammal, mas Samu Nagy Ádámmal, és vele kitaláltunk egy jelenetet. Tehát egyszerűen megtanított minket gondolkodni, vagy, vagy, vagy próbálni, és ez nagyon fontos volt. Nem érthető, Abszolút, ahonnan értem. eljutottam. Tehát, hogy mindig volt feladatunk, nem értünk rá ő, arról beszélgetni, hogy most ki hogy áll az osztályban, nem értünk rá, most hogy lesz az a rosta, mert mindenki dolgozott, és, és gyakorlatilag valahogy én pedig, és nem csak a magam részéről, hogy ilyen. Persze mindig volt az ember, hogy rosta, mert rosta, hát kell rosta legyen, de, de kell, hogy rosta legyen, de gyakorlatilag inkább a munkáról szólt. Soha Tehát, nem rezgett a létsz? Rosták során? De, egy embert ö, rostáltak az osztályunkból, de ő is nagyon sokat dolgozott a, a Zsán Béki Gábor. Tehát, hogy, hogy ne, hogy ne, hogy ne, nem, 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 nem találták a kulcsot. És nincs is a pályán, tehát valószínűleg igaza volt. Viszont ez ha ennyire ragaszkodtok, rajongtok Zsámbéki Gáborért, illetve hoz, mert ez így van, on, Onodi Eszter is ezt elismerte. Ugyanakkor, <laughs> ha az információim nem csalnak, akkor gyakorta előfordult ennél az osztálynál, hogy a vele való, hogy lehet ezt szépen mondani, szóval a vele való közös órák során, vagy előtt, az osztály jelentős része gyakrabban látogatta a mellékhelységet. Persze. Ez igaz? Miért olyan nincs, hogy valakit nagyon nagyra tartasz, rajongsz érte, de ugyanakkor, és attól, hogy ő nagyon fontos, ezért nagyon fontos a véleménye, és ettől meg akarsz felelni, és attól is attól mondjuk jársz a vécére. Mert itt ez történt. Senkit nem éreztette senkivel, például az egyik tanárunk se, hogy, hogy, itt, hogyha nem dolgozol, ki leszel rúgva. Nem volt vagy egy akkora akkor a koponya, és nem akarok semmit, tehát nem akarok túl érzelmes lenni, de, de tényleg egy akkora mester, hogy úgy mondjam, hogy, hogy ő neki nem kellett soha fegyelmezni ahhoz, hogy, hogy, hogy fegyelem legyen. Nem tudom értető -e. Tehát, hogy ő mindig egy fontos ember volt. Félve tiszteltétek, az őt, Félve tiszteltük, mondani. és, és ráadásul nagyon erős volt. Tehát figyelj, az, hogy, az, hogy bejött elsőbe, tehát mi mindig láttunk egy ilyen nagyon át embert, aki levette az óráját, tanított, és, most, most, és, és, azt aztán eljött a tavasz. És akkor egyszer csak beállított a mi mesterünk bőrszerelésbe, bukósisakba, birkózó cipőbe, és Jézusom, hogy ő ilyen. is. És közben ő ilyen is. Tehát, hogy ne, nem, szóval, szóval ez, ez, inkább arról szólt. Nem, nem, nem én, én, én sose értem őt ilyenentetten, hogy ő így fenyegetett volna bárkit is. Nem kell nem, nem kellett neki. Az megfogalmazható, hogy a te karaktereden, vagy a színészeteden, ő mit nem. alakított? Ő, nagyon fontos volt. Ő, valahogy a humor az nekem nagyon fontos, a, a, a színpadon, az életben, aztán még főleg, amikor nagyon komolyan veszem magam, az, az rémes. De, de például, amit ő nekem nagyon sokat segített, hogy a színművészetén mindig azokat tartotta az én munkáim között a legfontosabbnak, amik más, mint az én alapkarakterem. Milyen a te karaktered? Hát figyelj, én azt tudom mondani, amit, amiben mondjuk dolgoztatnak, amit lát, vagy amit mondjuk belém látnak, és az utolsó időket aztán tényleg leszámítom, mert mindenféle játszom, és ez nagyon jó. Hát egy joviális figura, egy, 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 vicces, egy kis ember, féle karakter. És mindig az az izgalmas, és mindig a felélököt, hogy, hogy a komolyat, a komolyat, a komolyat, a komolyat, mert attól lesz nagyon izgalmas a, a színészet, meg a színészetet, ha egy picit mész az alkatod ellen. És ehhez képest akkor te miket játszottál mondjuk a rosták során? Például elmondom neked, hogy például játszottam olyat, nem csak a rostán, hanem ő maga ő, elment egy színész a színházból, és ő maga beúratott engem egy, egy Molière a fösvény című már futó előadásában Kleantra, ami egy szerelmes szerep. Tehát azt általában ö, szép fiúk játszák, szép lányok. És ő engem beugratott, és akkor én mondtam hogy de tanár úr, azért ezek a kleant, hát ugye azok a... Nem, mert nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ő a színdarab alatt, és az előadás alatt ő felnőtt férfivé fog állni, és azt el kell játszani. De ugyanígy volt, amikor kikért egy rendező Hamletnek, a Rétli Attila végzős volt, azóta rendező, és kikért engem, hogy el akarja játszani velem a Hamlet sírású jelenetét, sőt az egész felvonást. És akkor, és akkor menten, mondom, tanár úr, mehetek én, azt mondja, hogy te, te dönts, de én nagyon örülök neki, hogy te Hamletet fogsz játszani. De mondom, Hamlet, a Hamlet az mindig vékony, feketébe jár, nem. Az a lényeg a Hamletről, hogy a barátunk legyen ha én el tudom hinni, hogy, hogy a Hamlet a barátunk, akkor nyert ügyünk van. És, és a kornak is megvannak a maga hamletjei, és akkor maga azt nagyon el fogja játszani, hogy, hogy, hogy a hamlet, mert el fogom magáról hinni, hogy a barátom. Te szeretnél érted, a hamletet érted? játszani? Biztos össze, össze magam. Engem akkor nagyon izgatott, mert, mert nagyon, nagyon szerettem azt a karaktert, és tudom, hogy az egy, ugye elmondják, hogy tikkad meg kövér, tehát, va, tehát valószínűleg aki játszott, az nyilván nem lehetett nagyon vékony, de ugye az egész szerepkonvenciók, ezek ma hamlettet azt azért általában egy-egy kivétellel tényleg mindig szép férfi, de olyan férfi, tényleg jó nézni, vele menni, és Tehát valószínűleg nem fogok hambetet játszani. Ez zavar téged? Nem. Majdnem minden interjúban előfordul ez, vagy előkerül ez a téma, ez az újságíró kerültetik, vagy inkább te nyilván, most már én is, én is így magamra aggatom, de hidd el, hogy, 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 így a alkatom egyrészt sose volt belőle úgy bajom mondjuk a, a nők körében. Tehát, hogy, hogy ezt, hogy, ezt, szerintem ezt így jól viselem, mondjuk dolgozom rajta, hogy nem, mert azért el tudok nagyon szaladni ide-oda, tehát, hogy, hogy, inkább csak oda, tehát, hogy, 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 hogy túlkövér legyek, és az mondjuk nagyon behatárol, és ez nem jó. De békében vagy a küllemet, de nem zavar ez a, hogy fogalmazott egy, egy szakosságíró, ez a loser feeling, ami időnként rád van igen, osztva. Ezt te is tapasztalod, nem? Figyelj, igen, de képzeld el, hogy, hogy, ez az utóbbi pár évben ez abszolút megy le rólam. És oly, olyan, szinten nagyon sokáig mindig ö, sírtam tárgyalásokon, szerződhetési tárgyalásokon, hogy, hogy, hogy nem, nem, megint egy nyomorult, megint egy megint, megint, és mintha a meghallgattatott volna, természetesen nem játszom a szó azon értelmű hősöket, akiknek úgy érteni kell, de mindenfélét játszom, játszom gonoszakat, és ez nagyon jó érzés, mert hogy van bennem gonosz is. És azt ott az ember elintézi a színpadon, csodálatos, jó, játszom mafiózót, játszom gonosz macskát, játszom. nagyon jó, de tény, tényleg, szuper. Szóval, hogy nem, hogy egy picit, mindig jó egy kicsit az alkatod ellenmész, vagy azt, amit erről azt hiszik, hogy te, Na egy ilyen nagyon kedves, nagyon édes, és nagyon sokáig romboltam is ezt, hogy... hogy... Kötéged, ilyennek néztek, ilyen jó persze, fiú imidzsed Persze, de, 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 ez is bennem van, tudod? Tehát ezt sem mondhatom, én nem, igen, én, én, én sokszor konfliktuskerülő vagyok, én, én, nagyon sokszor finomkodok, én nagyon sokszor félek, hogy, hogy megbántsak vagy. De ugyan, ugyanakkor ott van a másik oldalam, ami, ami olyan, hülye módon tudok visszaválaszolni, vagy, vagy, vagy megbánt ilyen embereket, vagy hogy úgy érzem, hogy én meg vagyok sértve, akkor ilyen rögtön jön egy ilyen rossz válaszom, mert aztán azt kezdem el sajnálni, hogy úristen, miért bántottam meg. Szóval mindegy. Lehet, hogy egy elsőre látszol a furcsát kérdezek. Szerinted miért ezt a porhüvelyt kapjuk mi, amikor megszületünk? Tehát ez a külső, amit te kaptál, ez szerinted mi lehetett a, az oka mondjuk a teremtőnek, hogy ezt a karaktert adta neked színészként. Én nagyon hálás vagyok, hogy ezt a karaktert adta. Én. én mert azért egy színésznél nagyon-nagyon sok mindent meghatároz. Ne? Szinte hogy ne? majdnem mindent determinál a karakter. Hogyne? Hogy Most picit bonyolult, és ebben ne, nem is akarom, mert aztán lehet, hogy hülyeségeket beszélek, és akkor oda az okos emberi, mint szóval, Hogy, <laughs> Hogy euh, én, én azt gondolom, hogy ezeket mi választjuk. Mi választjuk? Uh -huh. Uh -huh mi választjuk, mi, 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 jövünk le, mi szeretnénk lejönni, én ezt gondolom. Kivágott, ha ez úgy gondolod, hogy messze Semmit ne megy. nem vágunk. Jó, akkor ez, ez, marad. Én, én dolgozom egy kineziológus emberrel, vagy szoktam időközönként találkozni, és én egyre jobban hiszem, hogy, hogy tényleg van feladatunk a Földön. És ezek nem nagy szavak, tényleg van. Lehet, hogy pici, azt meg kell oldani. Te ebbe születtél, Ebben vagyok. Ebben kell a leg, a leg, legszabadabbnak és a legtökéletesebbnek lenni. És nincs olyan sok fájdalmam. Gyerekkoromban több volt. De felnőttként azt hiszem, hogy annyi jót kapok az élettől, a munkámon, a kisfiamon keresztül. És ezt nagyon-nagyon és komolyan mondom, hogy olyan, mintha mindenért kárpótolnának, és hogy, hogy valami olyasmit kell megtanulnom, ez van, eb, eb, ebben kell dolgoznom. Én sose leszek olyan, olyan szép, mint XY, olyan, mint, hanem ez van, és e, ezzel kell azonosnak lenni. Viszont azzal azért szoktál szerintem csak félig viccelődni, félig komolyan szoktál ezt érteni, hogy vannak olyan színésztársaid, vagy szaktársaid, akár a Katonai József színházba is, aki így szoktad mondani, akinek feldobják a nők a bugyjukat a színpadra, te viszont... Nekem mindig sokkal többet kellett dolgoznom, azért nem is a színpadon soha, tehát ott erre esélyem nincs, de ez jó, hanem, <laughs> hanem az, hogy, hogy, hogy példá, például, a hölgyeknél, tehát azért inkább dumával győztem mindig, hogyha érted, miről beszélek, tehát azért úgy elsőre valaki meglát, nem hiszem, hogy belém lesz szerelmes és ezzel nincs baj. És az, hogy van olyan kollégám, aki, aki egyszerűen küllemre is nagyon szép, az, tényleg nagyon jó dolog, és tehetséges is. Azt hiszem, ezt pont Nagy Ervinnél, Nagy Ervinre gondoltam, mert tényleg volt, hogy küldtek neki egy... Tényleg küldtek neki egy? Tényleg, tényleg, tényleg küldtek neki, és hát így kedve Persze viccelődtünk vele, meg minden, de, de, de hát ő, ő is nagyon tehetséges ember. Tehát nem merek valaki szép, oké, szép, de hogy jó is. Most a katonába hál' Istennek, nagyon sok olyan színész van, aki szép is, és jó is. Érted? De ez ez, ez, ez teljesen rendben van. Azt mondtad előbb, hogy mindannyian születünk valamire. Tehát mi választjuk ezt a testet, ezt a sorsot. Igen. Szerinted te miért ezt választottad? Tehát mi a te küldetése? Ha most nem azért, mert mazoista vagy? <laughs> nagyon nagyon szép magasztosak a győzelem. akarunk lenni. Nem tudom, hogy, hogy, én, hogy, inkább, inkább, olyanok, hogy, hogy azért nekem van egy jó nagy puttonyom itt családilag. Tehát, hogy inkább az életet. Az, hogy, azt, hogy színész, 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 lettem, vagy színész leszek, az igazi, az az az, 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 talán, az, 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 talán, abban segít, hogy egy csomó olyan gyerekkori traumát, vagy egy csomó olyan, gyerekkori surlódást ö, sikerült ezzel, és sikerül a mai napig feldolgozni, és hogy nincs. Majdnem, hogy ezért lettél színész? É, valószínűleg erről van szó. Nagyon sok minden akartam menni gyerekkoromban, és valahogy ez mind a színészettel függött össze. És Nekem édesapám, ö, én még nem születt, ö, még, én születtem, amikor ö, apukám ö, elment Bécsbe, és akkor nem, nem láttam őt nagyon sok éven keresztül gyakorlatilag kétszer találkoztam vele 38 év alatt, most keresett meg pár hónapja a kis keresztül, hogy fölvettük a kapcsolatot. Mindaddig csak kétszer találkoztatok? Igen, kettőször, és egy éven belül, tehát 14 éves koromban kétszer találkoztam. Tehát apa nélkül nőttem föl, volt két nevelapám. Szóval nem egy olyan kerek történet, ami, amiben úgy de közben meg mindig volt gyerekkorom óta, hogy valahogy ez a színészettel kell foglalkozni. Nem akarok ezen rugózni, Jó, ezen az apa hiányon, Semmi. de egy fiatal ember esetében, vagy egy kis felnőtt esetében az apa hiány az nagyon nagy gyötrelmet és frusztrációt okoz? Tehát, hogy kinevez például magának apát? Látod, milyen szépen beszéltem a, a mesteremről. Zsámbéki, igen? Zsámbéki. Igen, de, 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 de nagyon fontosak voltak az életemben olyan férfiak, a Zsámbéki Gábor előtt volt Weber Péter, ő, ő tanított engem a színművészeti előtt színészetre, irodalomra, mindenre, aki, aki egy ilyen ember volt, aki mindig felnéztem, és, és valahogy ösztönösen ezt így, ezt így inkább ut utólag tettem össze, hogy hogy igen, ezek ilyen apa, apa, apa kapcsolatok. A Zsámbéki, ő egy, ő, egy, ő, egy, ő egy zártabb ember, tehát vele sose voltam annyira annyira magánviszonyban, hanem őt a, őt a munka, által, munka által tekintettem úgy, mivel lehet ezt kiérdemelni? Általában a, a felnézés, tehát amikor valakitől elalélsz. Aki de, de, szeretném, ha az, de olyan jó lenne, ez nem, ha nem fogalmazni, nem fogalmaztam volna félreérthetően. Tehát ez nem, ez, 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 egy nagyon egészséges dolog. Persze És senki én, nem gondol, hogy beteges imádat Világos, röten. de hogy, de hogy, de hogy, de hogy, 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 hogy például Zsámbéki miért volt fontos. Nagyon jókor vett föl a színművészetére, nagyon, nagyon jókor kapott el. Én már, már volt egy meghívásom, mint másodikos színi akadémista Békés Csabára például a színházban. Lehet, hogy most oda kerültem volna, és ezen nem a Csabai Színházat kerültem volna, hanem lehet, hogy egy egész más sorsom van. Tehát már elsőben akkor kiengedett első színművészet is voltam, és évvégén kiengedett filmezni, és ez nagyon ritka. Képzeld el! Szóval ilyenek, hogy de... Ő tudta azt, hogy tudja azt, hogy te ilyen nagy csodálattal viszonyulsz hozzá? Szerintem, szerintem érzi. Szerintem érzi. sose, azt hiszem, hogy így sose mondtam el neki így, így ezeket. De szerintem ő egy nagyon okos ember. De ezzel nem csak én vagyok így. Őt, őt nagyon sok ember nagyon szereti. Azt mondtad, hogy a színészet valamilyen szinten pótlék, vagy próbálsz kompenzálni. Tudsz mondani egy olyan hétköznapi, még esetleg ránk tartozó momentumot az életedből, aminek a kompenzálására remek alkalom és remek módszer a színészet és a színpadon állás, a játék. Például, hogy, hogy hattól vagy fél héttől nincs, nincs magán problémád. Mert ott a szerep, ami, aminek van egy problémája. Tehát egy kicsit ez ilyen öncsalás. De hogy akkor addig nem kell magaddal foglalkozni. De te olyan sokat foglalkozol magaddal? Elég sokat foglalkozom magammal, igen. Mondjuk szerintem az utóbbi időben már kevesebbet, és ez jó. De, de azért elég egy hiú ember is vagyok, és próbálok olyanokat mondani, amik nem, nem túl pozitívak, hogy... De, de ezt így is gondolom. Sokat, sokat nagyon fontos vagyok nagyon sokszor magamnak. És éppen ezért van egy túlérzékenységem, ami, ami nagyon fárasztó a külvilág, a külvilág részére. Meg akarsz felelni mindenki? Persze, az a típus. Persze, persze. Nem, nem szeretek bántani. Igen, nehogy nehogy sérüljön. De kinek a akarsz meg felelni? Tehát hát... kineked a kontroll? Gyakorlatilag mindenki? <laughs> nem, azért nem. Figyelj, azért nagyon sok szereben nincs egy ilyen tudatos. Ö, ö, nem, nem, nem. Hogy, mondjam, hogy, ne, hogy ne, legyen az, hogy, hogy tehát azért figyelek arra, hogy ne egy olyan kép alakuljon ki rólam, hogy, hogy egy mogorva, morcos, tehát azért nagyon sokszor fegyelmezem is magam, de nagyon sokszor nagyon rossz kedvem van, vagy éppen történt valami, hogy nagyon, nagyon nehezen tudok hogy mondjam, ellenállni, hogy az ne, ne látszódjon rajta, ami valami baj van, és akkor tehát mindent olyan hevesen reagálok. De ez kell is a színészet. Az kell, persze, gondolni. kell, kell. Ez a színpadon nagyon jó magánéletbe tűrhetetlen. <laughs> tehát ezért az ott... Az... Ezáltal a környezetedre is komoly terheket rossz idézőjelbe tél? Tehát mondjuk aggodalmaskodsz, piti dolgok. Na, 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 nagyon pontosan összefogja, igen, aggodalmaskodom piti dolgokkal. És uh, még nagyon, nagyon az úton vagyok, hogy azért ezeket már láttam, tehát már abszolút tetten érem magam, hogy mit csinálsz, vagy ne, mit csinálsz. És ilyenkor magadra szólsz? Persze, abszolút. <laughs> Abszolút. Kulka és János ő... mondta gyakorlatilag szóról szóra, -szóra ezt, egy hónappal igen. ezelőtt volt. Színészeknél ez elő szokott fordulni, szerintem ő, vele beszéltem, és én tudom, hogy sok hasonlóság van ilyen téren, ilyen alkat, al alkat téren. Meglepő volt, hogy beszélgettem vele egy, egy tévéfelvételem, és akkor ő mondta, hogy hát ő azért nekem a szememben, ő azért tényleg mindent elért, és hogy na, ha valaki nem szorong az, és akkor ott, hogy ilyen ja, vagy, úgy szorogok. Ez nagyon tetszett, <laughs> és ez annyira őszinte volt, és de hogy nagyon sokszor azt gondolod, mindent elért kollégákra, hogy... De, de ezen nincs baj, mert köz, közben meg ez biztos, hogy nagyon... Előre visz, hajtóerő, ha úgy tetszik. Én. Egyébként minél többet érsz el, minél jegyzettebb vagy, minél inkább birtokával vagy a szakmai ismereteknek, a szorongás vagy a kétség magaddal szemben csökken vagy nő? Ha valami jó dolog történik, hogy van egy bemutató, vagy ami azért mindig van egy új, és akkor abba, abba, abba onnan kell kezdeni, hogy meg, meg, meg tudod ezt csinálni. Tehát ezek olyan általános, ezek ilyen színész, színészparák. Szerintem ez, ez mindenkinél így van, vagy akiket én ismerek, hogy igen, van van, 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 egy ilyen szorongás. Hogy képes vagyok-e, hogy tudom, hogy meg menni fog-e, hogy nem romlok-e, hogy, hogy ennyi dolgozom, hogy az nem, nem lesz-e vagy. De ha nem dolgoznék ennyit, akkor meg úristen, akkor el fognak felejteni unalmas, meg szerintem már itt is mondták neked egy sokkal. Ugorjunk egy pillanatra még vissza a főiskolához. Azt mondta, hogy ugye az első két alkalommal nem sikerült, harmadszorra vett fel kigábor. Gábor. Milyen volt az a fiatalember? ember? Miért képzeljünk el, aki 18-19 évesen érettségi után elindult és megpróbált a színművészeti főiskolát? Ugye akkor már amatőr voltam, tehát már játszogattam szerepeket, és, és akkor nagyon sokat verseltünk, meg monológokat mondtam, és én nagyon tudatosan készültem a, a Tehát, Ez Tehát, Ezt hogy kell elképzelni? Hát úgy, hogy jártam a Weber Péterhez, a tanáromhoz, monológokkal készültünk, mondtam, dolgoztunk, akkor éppen rendezett is valamit, amiben benne voltam. Tehát, hogy, hogy hogy én ezt nagyon komolyan vettem, én szeretnék. Ez azért is kérdezem, mert ugye gépipari szakközépiskolában jártam, jártam, ami mondjuk tökéletesen ellentmond egy ilyen. Hát de az nagyon jó, pályán. anyukám azt szerettem, hogyha van egy, van egy, van igen egy szakmai kezemben, még azon kívül, hogy. Csak erről szól. Tehát egy persze. percig nem gondolta az, te azt, hogy te ezzel fogsz nem tudom, Nem tudom, mit gondol, de jól tette, hogy, hogy nekem volt négy év. Tehát nem egy olyan gimnáziumban jártam, ahol lehet, hogy más mentem volna. Annyira más volt ez az egész gépészettel való ügyködés, hogy, hogy olyan megváltás volt mindig a, a, a színészettel foglalkozni délutánunkként, hogy nagyon vártam. Úgyhogy én nem bánom. És hagytak dolgozni, nagyon jó fej, középiskolám volt. Tehát csinálnom kellett ezeket a március 15-et, én csináltam a műsorokat, és akkor cserébe mehettem, hogyha hívtak forgatni, színjátszózni. Szóval, szóval, nagyon, nagyon tisztelben tartották. Az érettségi annyit kérte a, a műszaki tanár, amikor már fölvettek a nemzeti, hogyha egy mód van, -e, ne foglalkozzak ezzel, ő azt mondja, és hát Hát ügyetlen vagyok, ez az igaz. És milyen voltál a felvételi, mondjuk az első és második alkalom, amikor nem sikerült? Tehát rossz voltál? nagyon akartam, nagyon akartam. Görcsös voltál? Szerintem az is voltam. Nagyon akartam, lehet, hogy túl is készültem az isletet, nem jókat vittem, nagyon nehéz. Az első két rosta nagyon nehéz, mert ott most nem tudom, hogy hogy van, lehet, hogy ez már változott azóta. Remélem, hogy semmit nem mondanak neked. Bemérsz Semmi ki, nem, nem kap. Nem nagyon. Felolvassák a neved, vagy nem. És nem nagyon mozdítanak ki, és azért a, nem a Gábornál voltam az első rostán, hanem az Igludi tanárurnál, és ő például már ott behívta az egész csapatot, táncolni kellett, akkor már egy kicsit fellazultál. Ez az hogy, hogy jobb volt már a harmadik. De mondom, így kellett összeállni, ez így volt jó. És figyelj, amikor kétszer elutasítanak, egy fiatal, különösképpen egy ilyen érzékeny ember esetében, kétszer elutasítanak, és azt mondják, hogy nem, akkor ez nem kezdi ki piszkosul az önbizalmát az ember? Dehogy nem. De, hogy nem, az akkor rossz is. Az akkor... De közben én aktív, Színjátszó voltam, tehát vagy a nemzetibe, akkor már dolgoztam, és kaptam szerepeket. És Igen, kaptam szerepeket. És annak előtte pedig Weber Péternél dolgoztam, és voltak sikereim, és valahogy éreztem, hogy ez nekem így megy. De, De honnan tudja akartam? azt az ember, hogy tehetséges? Mert nagyon sok embert ismerünk, szerintem te még többet, mint én. színészek közt meg különösképpen, kevésbé sikerült színész, vagy művészekről beszélek, akik az elszántság hatalmas, hogy hatalmas is volt, viszont korát sem találkozott ez oly mérvű tehetséggel. Hát ez ilyen van. Van ilyen típusú ember, aki Te ez belül érezted. Ambíció. Azt, hát figyelj, most nagyon, nagyon kamúznék, azt mondanám, hogy nem, nem, tudtam, hogy nekem azért itt van keresni való. Tehát valahogy úgy éreztem, úgyis is az leszek, nincs mese, annak kell lenni. Vagy így, vagy úgy. Én mentem volna a vidékre, és tehát én, én játszani akartam bennem olyan, olyan erősen élt ez, hogy, csak tudtam azt például, hogy, 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 a, hogy, a, hogy a színművészetén azért mindig közelebb vagy a, a olyan emberekhez, akik majd esetleg ö, olyan munkákat tudnak adni, vagy vagy mondjuk egy olyan színházba kerülsz, ami ami Pestel lesz, és jó. Tehát hogy, hogy azért lehetett tudni, aki a színművészetén végez, annak azért lesz munkája, meg stb. És te a katonába kerültél Zsámbéki Igen. Gábornak köszönhetően, 98-ba, ami az én emlékeim szerint, akkor, én, akkor ezt... nagyon pici voltam, 98-ban a katona József színház dübörgött. Tehát azt lehet mondani, Magyarország lehet, hogy Európa legjobb művész volt. Hogy fogadtak téged akkor, mondjuk az akkori nagyok? Hogy fogadtak téged? Ugyanúgy, el? ahogy az osztályban nem nagyon volt erő, mi hogy hogy, hogy, hogy sose éreztük azt, hogy itt generációk. Egy idősebb generáció rálép egy fiatalabbra. Mi, amikor végeztünk, akkor pont volt, akkor mentek el nagyon sokan az új színházba, vagy az alatt, ami mi színvészed voltunk, és nagyon sok szerepet be kellett tölteni. És mi nagyon kapora jöttünk akkor a színháznak, hogy be tudunk ugrani ö, szerepekbe, és be is ugrottunk, és, és egyszer elfogadtak minket. Tehát. Ö, csináltuk, mentünk, soha egy rossz szó. De én tényleg nem emlékszem olyanra, hogy idősebb színészek bántottak volna. De még a hátul mögött sem. Ez nagyon jó. És ez, ez megint egyszerűen, egyszer, ez a, a Nem, nem, valahogy annyira, vagy mindig a munkáról szól, azt mai napig a katonában. Tehát, hogy, hogy erre ugyanúgy le lehet ülni egy idősebb színésszel, beszélni, megbeszélni a dolgokat. Tehát nincs olyan, hogy ugyanúgy partner vagy. Viszont azon meglepődtem egy nyilatkozatodon, amikor azt mondtad, hogy szakmai barátságok ugyanakkor nincsenek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy remek viszonyt ápol színészekkel, hogy kollégákkal. Én azt mondtam, hogy inkább szakmai barátságok vannak, mint barátságok. Szerintem akkor azt vagy félre mondtam vagy tehát, hogy pont, hogy nagyon-nagyon vannak most is a színházban, akiket, akiket rajongok, és egyszerűen szakmai barátomnak tekintek, de olyan olyan barátom, akivel úgy utána hogy elmegyek, beülök, olyan, olyan nincs. De, de, Ez rajtad múlik, vagy rajtuk? Így, 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 alakult. Én nagyon, nagyon, nagyon sokszor csak főpróba héten maradok ott éjszaka. Valahogy, valahogy, nekem mindig volt igényem, hogy, hogy eljöjjek egy kicsit a utána a színházból. Tehát, hogy ne. De van, amikor meg muszáj ott maradni, mert ezt most meg kell beszélni. És, és valahogy mindig, valahogy már éjszaka, majd fáraszt a szakmázás, vagy fáraszt, a, és akkor inkább civil barátaimhoz mentem, akikből is hát, elég kevés van. Kevés van? Kevés van, mert, mert valahogy így, hát csak ezt csinál meg egész nap. Tehát, De ki a te társaságod? Tehát kik a te barátok? Oh. Gyerekkori barátokkal tartozom? Van, szóval? van például gyerekkori. Igen? Van, van gyerekkori barátom, igen. Nagyon. Hát most vala, valahogy, így, csak mindig jönnek a lecseszések. SMS-be, meg telefonon. Úgy. De te nem vagy egy nem társaság keresem. közepe? De, 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 amikor úgy összejövünk, akkor úgy azért úgy... úgy vagy aki keresi a társaságot, és buli helyet nem igen. az a típus vagy? De de, 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 olyan is van, sőt időszakok vannak, amikor nagyon-nagyon nagyon szeretek bulizni, vagy nagyon-nagyon akarok menni, és akkor megyek is. Így, de olyan, olyan de, de, én ezt, hogy mondjam, én nekem ez, nekem ez így sokkal jobb, hogy, hogy van a, Té tényleg nem tudom, úgysem mondanám meg a nevét, ha lenne, de tényleg nincs olyan, olyan, olyan kollégám a színházban, akit, aki, aki, akit, utálnék, vagy aki nincs, nincs, is okom rá, de tényleg, szóval, hogy valahogy nem, nem erről szól. De a barátság nekik... az nekem nagyon fontos. Az, kétségtelen, barát... az, a barát kifejezést, de mégiscsak furcsa, hogy 15 év után a te korosztályodból is akár, nem tudsz mondani egy olyat, akivel magánéletbe összejárnátok, vagy tudnátok egymásról, belelátnátok a másik életébe. Nagyon sok belelátunk egymás életébe. Tehát figyelj, az együtt dolgozol vele. Bejön, bejövök reggel, elmondom, most ez történt, vagy, vagy, vagy abszolút látják, ha valami történik a másik, beszélgetünk. De, de, ez, de ez valahogy ez, ez, ez elintéződik ott a színházban. Tehát nagyon, de ugyanakkor meg egy-egy egy premier bulim, vagy van, hogy nagyon jó bulizni, meg úgy, meg úgy vagyunk. De, de hát így alakult, na, hogy én nem, én nem vagyok egy ilyen nagy, nagy, nagy 15 éve vagyott ott ebben a színházban. Ez is mutatja, hogy Minden. nem vagy egy ficánkozós fajta. Csábítás, vagy csömör. E színház kapcsán. Soha nem jutott érvényre esetedbe? Csömör. Tehát Például az, hogy, az, hogy ugyanazokat a színészeket, ugyanazokat a rendezőket, mm. ugyanazokat a dramaturgokat látom, más impulzusok érjenek. El, elengedik az ember. Tehát, hogyha. Jó tudom, hogy te van stúdiókába is próbál rendszeresen. Ha, ha a színházam megengedi, én megyek és dolgozom, társra társra és, társra társra el, társra. és ha éppen nem dolgozom a színházamban, akkor ki lehet menni, és lehet menni máshova. Éppen ezért nem is vágyom, vágyom vágyak, vágyakozom el sehova olyan, olyan, hogy na jó, most elegem van a színházamból, nem, 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 nem nagyon emlékszem olyanra. Egy próba folyamatban természetesen van, hogy az ember azt mondja, most elegem van mindenből, és nem megy, vagy... De ennek nagyon sok oka van. De olyan, hogy azt mondom, hogy na én ebbe azt, na, hát nincs. Egyszer se volt? Egyszer ne, se kaptad magad? Ne, arra, hogy a szín... Ne, nem, nem, hogy, hogy na én most komolyan most nézelődjek, hogy hova, hova, ho, 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 hova kéne még, mert áh, ah. Nagyon jól indítottál, ugye, Mi lesz veled emberkével, és az eltört korsóval igen, indítottál, igen. utána viszont mintha egy pici csönd lett volna, Abszolút. nem? Abszolút. Hát úgy csönd, hogy rengeteget játszottam, nem ilyen nagy szerepeket, szerepek de mindig voltak. jöttek egy-egy, igen. És akkor 2006-ban lett valamilyen forduló, a Sáskák című darabban kaptam az egyik főszerepet, Máté Gábortól, és aztán hogy valahogy előkerültek, jöttek minden évben, most már játszom valami Hát nyilván ez olyan, hogy hogy úgy mindig deszterik az embert, hogy most hol tart, most hogy, hogy milyen. Két-három éve kaptam egy abszolút főszerepet, akkor a dilettánsokban, hát, mint, 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 előadás nem, nem, sikerült annyira, de nekem nagyon hasznos volt végigjátszani egy mert a Máté volt a part, a Máté Gábor, tehát hogy, hogy, nagyon jó, tehát, tehát, nagyon, nagyon, nagyon hasznos, hasznos meló volt. De mindig volt olyan szerep, amiért érdemes. Tehát az, hogy most valaki egész este végigjátszik, az nagyon jó, az nagyon fontos. Az. De hogy vannak hihetetlen jó szerepek, amik amikor egy picit alatta vannak egy abszolút főszerepnek, de nagy szerepek. ezekkel nagyon jól el vagyok. Még az is lehet, hogy a katonából mész nyugdíjba, nem? Még nagyon sokára persze, Nem lenne de... baj. Nem, nem lenne, lenne baj. baj? Nem lenne baj. És uh, olyan jó... Uh, csak a hogy mondjam, hogy, hogy ezek inkább valahogy, valahogy, mindig inkább szerepek, rendezők, kollégák. Szóval hogy, hogy inkább az a lényeg, hogy mit játszol, hogy a, a, a hely az, 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 még mindig nagyon jól működik. Tehát azért ez, ez még mindig, ez egy nagyon nívós. Még mindig van mágia, zsámbéki mágia, vagy katona Nem mindegy, csak mágia, működjük. ez, ez, ez figyelj, az, hogy most hogy sikerül egy előadásunk, vagy most éppen... De maga az, hogy biztos, hogy minden évben készül van olyan, olyan különleges dolog, ami, ami, ami csak nálunk készülhet és ez nagyon jó. És, és igen, igen, azért van ott egy nagyon erős szellemiség, amit a Máté, a Máté Gábor abszolút tovább vitt. Tehát... Anélkül, hogy magam hozzád merném hasonlítani, én ebben a szakmában, mondjuk riporter címén, nagyon sok mindent, amit lehet elcsentem olyanoktól, akiket láttam. Ami ellopható, azt szerintem lopom és loptam is te tudsz-e így módon lopni? Hómantól, és mit? Szacsvaitól, Bájánostól, mert nem akármilyen társulat azért a Katona József színházban? Ezek, én, 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 szoktam nézni próbákat, úgy úgy, 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 történik ez, hogy, hogy az ember figyeli tényleg, és akkor megnézi a hozzáállását, vagy hogy, vagy hogy már az is megnyugtat, hogy általában egy nagyon nagyra tartott színész, mint a Hammond Péter, hogy tud ugyanúgy, izgulni, vagy félni, vagy, 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 vagy összepakolja, vagy hogy a Máté próbál színészként. Hogy, tehát, hogy, hogy ezeket az ember tanulja. Tehát, ő, a jó közegbe vagy. Tehát jó, ahova nyúlsz, ott, ott valami jó gesztusokat van. sokat veszel? Nem nem, 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 nem. Nem? Inkább hozzáállást? Igen, igen, igen. Gesztusot, tehát ez még próbál magából indulni. Nem mondom, van, van olyan, hogy hogy dolgozom egy, egy, egy rendezővel, és akkor az nagyon hatással van rám, akkor lehet, hogy elkezdek egy kicsit úgy veszem, úgy kezdek, hogy Van ilyen. Van, volt ilyen a főiskolán, és akkor az Iglódi tanított, Iglódi isten tanított minket Isten nyugosztalja. Akkor egy picit az életben dadogod, de színpadon soha. De, és akkor volt vele óra, és akkor Szerintem ki lesz, borzasztott, egy lakmus lakmuszpapír. De, de jól is, jól is utánzott a ugye? Jó. Hát annyit beszélt, hát, hogy hol tudsz mutatni egy kis zsámbékét? most figyelj, most ez most, de az emberek nem ismerik, akkor teljesen mindegy. Tehát én most ezt nem, nem, nem akarom. Mi nálunk van egy ilyen ö, paródiást, amit mi örököltünk még régről. Ez azt jelenti, hogy január 1 vagy most a másodikán összejön a színház, és akkor az az évi termésből csinálunk paródiákat, és itt nagyon sok mindent meg lehet mondani, mi nekünk nem tetszik előadásban, kifigurázva humorosan. És még sose sértődtek meg nálunk rendezők, igazgatók. Sőt, olyannyira képzelném, hogy most egy csomó minden új dolog jött a színházba, amit a Máté Gábor elmondása szerint, ebből az esből vett ki, hogy ez kritika érte őket, és ezen ők változtatnak. És ez nagyon jó. Tehát, hogy, hogy, nincs ebből bajunk, hogy, hogy, hogy valamit máshogy látunk, vagy érted? Szóval, hogy, hogy, ez működik, és ez nagyon működött a, annak előtt a zsámbékinál is. Tehát, hogy ezeknél az esteknél megmondhattuk teljesen nyugodtan, ami, de róla is mondhattunk kritikát, nagyon keményet, hogyha... De mondjuk egyet, ami a legkeményebb kritika volt. Volt például olyan, mikor úgy éreztük, hogy, hogy nincs annyit otthon apu, Miki Gábor, akkor... Itt hívjátok, a hogy apu? Ne, ne, belülről mondtunk egy ilyet, hogy, hogy mondjuk sokat utazott külföldre, és akkor volt olyan, hogy rendeztem, én, voltam ő, és akkor oda a fenekemre egy nagy borítékot, hogy meghívások, és én háttal voltam a nézőknek, a, a társulatnak, és rendeztem, és akkor nem tudtam, hogy ő, fölállni. <laughs> Alig tudtam fölállni, egyszer csak fölálltam, és ott volt hogy meghívás. Tehát nem tudtam a sok külföldi Minket. ilyenek, és akkor ő nevet ezeken a leg, Tehát, valaki csak mutas már paródia szempontjából, akit esetleg ismertünk. de András hát szerintem mindenki ismeri. de nem, is de most nem, 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 fú akarok, fú nem, akarok, így így, 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 kapkodni, de most ez, ez tényleg ne szerepeltes. Jó ez, hidd el, hogy hogy, de társulat, gyakran előfordul, vagy Egymás, voltva. persze, sőt, van, van két, két fegyvertársam, Pálma Janna és Ötvös András színészek, ők akik is szintén? És isteni úr utánoznak, és ki vannak osztva szerepek, hogy ki kit utánoz, kit hogy, és akkor felosztjuk a rendezőinket. Úgyhogy, úgyhogy ezek és így. Gyakorlatilag minden interjút előfordul, és ez nekem roppant szimpatikus, hogy borzasztó szerény vagy. Gyakorlatilag díjak átvételekor is megjegyzed azt, hogy te tudod honnan jöttél, és van mire szerénynek lenned. De ezt miért mondod mindig? Ezt mondom, hogy van mire szerénynek lennem. Úgy érted, hogy nem, nincs ja, mire nagyképűnek lennem, tehát... Hát mire? Hát figyelj, ne? most ezt tök, tök, komolyan mondom. Hát annyi dolog van nap, mint nap, hogy most azon nem tudsz üdülni, hogy, hogy sokszor megnyugtat, hogy jó helyen vagyok, hogy most jót játszom, vagy jót próbálok. Tehát erre szoktam gondolni hogy, ez, hogy, 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 jó helyen vagyok, most rendben van az életem. De, de az, hogy most ettől nagy, nagy képű legyek, hogy büszke szoktam lenni. És azt hiszem, hogy ez különbség. Tehát, munkákra nagyon büszke tudok lenni, ha, ha valami olyat érzek, ami igen, amiben volt meló, és jól sikerült, és az, 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 az büszkeséggel el. És azzal mire akarsz utalni, utalni, hogy tudod honnan jössz? Tehát arra gondolsz például, hogy anyukád nevelt, és mondjuk nem volt mindig... Igen. A arról, hogy én a mindig azt éreztem az életemben, hogy hogy lévén édesapám nem volt jelen, jelen az én életemben, tehát egy csomó olyan, olyan férfi minta, vagy férfi energia nem úgy működött az én életemben, hogy hogy, hogy, azt kövessem, és ezért mindig azt éreztem, hogy mínusz ötről indulok mindenbe. Innen az összes ö, kisebb rendűségi érzésem, vagy a megfelelési kényszem. Tehát ezeket én tudom, hogy ez hogy működik, és mégis. Tehát onnan, hogy tudok róla, már nincs baj. Úgy érzem. De, de ezek tényleg működnek, és bármikor el tudom magam úgy, mintha nem vagyok egy, egy önbizalomguru, hogy most akkor ez bármikor el tudom magam sajnos engedni de össze is tudom magam kapni. Azáltal, hogy anyukád volt bizonyos esetekben az egyedüli kenyérkereső, az megnehezítette a ti lehetőségeiteket? Mindig és... dolgozott. Képzelem, hogy, hogy ő vitt minket, ő nagymamámnál dolgozott, mint virágárus, ő virágkötő volt, és aztán nagymamám akkor nagyon jól ment ez a 80-as években, aztán egyszer csak elkezdett rosszul menni, akkor azt abbajta, el kellett menni plusz munkákat vállalni, akkor elment éjszaka takarítani, hogy el tudjon minket a nővéremmel. Ő tartani. Én nem nagyon szerettem otthon lenni anyu nélkül, ezért vitt magával a fodrász üzletbe, összetolta a székeket, Én emlékszem a gyanta illatára, hogy ott, de akkor nyugodt voltam, mert ott voltam mellette. Tehát, hogy végig vitt minket, cibált minket a, ezen, a, ezen, a, nagyon nehéz egyedüli kereseten. Sose éreztem hiány semmiben. Tehát so, sose volt. Sőt, ha kellett, akkor fölvett bankkölcsönt, hogy vegyen egy-egy egy rádiót a nővéremmel nekem, és akkor ez még így ment. Nem, nem ér, a, a, a nyári pénzeket, úgy egy egy malacba dobált be. Apró pénzeket. Nem akármilyen szim, ö, szimbiózis a tiétek, az feltűnt. Gyakorlatilag minden komoly interjútban megemlítted őt. Őnek azért nagy pillanat lehetett, amikor mondjuk az első katona bemutatódott meg. Nagyon büszke rám. Meghajoltál, ugye? Igen, nagyon büszke rám. Ő mindig segített, és valahogy, valahogy a hite az, valahogy a hite az, az, az mindig átsegített, mindig, hogy csinálni, hogy hinni kell. És ő most elég beteg, ő, ő szívbeteg, és ő, most elég egyedül van, mert ugye nincs, nincs már mellette társ. És ez nagyon nehéz, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen megy neki most így az élete. Én meg nem tudok ott lenni állandóan. Sőt, és ettől nekem lekismert furdalásom van. Mert nem minden az, hogy segíted a mamádat pénzzel, vagy nem, nem is erről szól, hanem sokkal többet kéne vele lennem, vagy ott lennem. És van egy kisfél, ugye, aki mennyi? Van éves? egy kis, 7 éves. 7 éves. Ő akkor már iskolába jár. Majd most megy iskolába. Most megy iskolába. És milyen apuka vagy te a saját értékrended szerint? a bohóc apuka? Tehát aki, akivel azt csinál a gyerek, amit akar? Ne, ó, <laughs> sajnos azt csinál vele, amit akar. Nem, nem, nem fogja látni ezt. azt csinál Én nagyon, <laughs> nagyon szerelmes vagyok a fiamba, azt kell mondjam. Tehát engem ott voltam a születésénél, amikor... Már benne a szülőszobában? Ben voltam, igen. És valahogy nevetve jött a világra, képzeld nem Marci. Ö, <laughs> így, így sírt, hogy nevetett, és van ilyen. Ö, édesanyámmal már nem élünk együtt, külön, külön, élünk, és amit lehet velem van a fiam. És ez, és ez most nagyon jól működik, és sokszor hazaviszem, tehát sokszor vagyok türelmetlenebb, mint kéne. És akkor mindig próbálom magam fegyelmezni. De ugyanakkor tudunk együtt bulizni, tehát ugrálunk az ágyon, meg zenét hallgatunk. Tehát, hogy de van olyan, hogy kicsit ingerült vagyok, és akkor ugye egy gyerekhez sok türelem kell. Csak akkor így magam leerőltetem. De ez komolyan veszed ezt a feladatot, ez látszik. Komolyan, nagyon, hiszen nekem nem volt apám. Én, az én fejemben mindig úgy volt, hogy ha nekem lesz egy gyerekem, családom, akkor az együtt, én föl, föl, fogom úgy nevelni, hogy együtt. És ez, és ez sajnos, ez, 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 ez nem sikerült, ez nem jött össze. De, de hogy ott vagyok az életében minden nap, az biztos. Tehát, hogy ezt nem adom, és ezt ez nagyon, ez a mai napig helyre kell tennem, hogy, hogy attól, hogy, hogy, hogy már nem megy egy férfi meg nő között valami, és már nem úgy működtök, attól ott van egy gyerek, akit ugyanúgy lehet szeretni. Sőt, közös prog programokat is csinálunk, és a gyermekem édesanyja nagyon, nagyon nagyon-nagyon korrektebben, tehát most ebben engem nagyon segít. Tehát ez az össze-vissza élet, ez, ez neki rendesen idomulnia kell, és segít, segít ebben. Most óriási a pörgés körül, tehát ha jól tudom, nyolcat játszol, ugye? Nyolc előadásban is szerepelsz a katonában. Számolsz-e azzal, egyáltalán egy színész számol-e azzal, hogy lehet, hogy pár éven belül lesznek olyan időszakok, amikor csökke majd a pörgés. Arra föl lehet készülni? hát vannak terveim, hogy akkor mit csinálok, de, de azok nagyon ilyen, hát nagyon elkeseredett lennék, hogy azokat ott végig kéne minden. De látod magad mondjuk tíz éves elációba? Nem? nem? Azt, hogy tíz év múlva mi lesz, nem. Most tudom, hogy most amennyit lehet dolgozni szeretnék, valahogy így érzem jó magam, hogy, hogy, hogy dolgozom, most úgy néz ki, hogy a nyaram is teljes, és akkor jön ugye megint a, a lelkismert furdalás, hogy jó, de akkor nem leszek annyit a fiammal, vagy nem tudok vele elmenni, most tíz nap, és jó, de lehet, hogy jövő nyáron meg pont nem fog dolgozni, akkor meg aztán annyit mehetek, amennyit. Ez ilyen állandó, állandó probléma. Nem nagyon tudok, főleg jó munkákra nemet mondani. A jó munka alatt mit értesz? Kihívást, vagy az anyagiakat? Kihívás, és, és akár anyagiak is, igen. És most például pont ugyan az életemben, hogy, 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 ez a nyár sikerül, vagy úgy olyan lesz, még egy aláír sem sincs. De két nagyon komoly ígérvény, hogyha ez bejön, akkor anyagilag is, és, és kihívásban is nagyon jó. Ez ennél jobb nem történhet. Hát maradjon ez így, és akkor ezzel kezdjük, fejezzük ezzel is be. Legyen sokszor az az érzésed, hogy jó elegfelinek lenni. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.